Véget értek az árvízi védelmi munkák az országban, a helyreállítás viszont még jelenleg is tart. A lezárt utak 90%-át megnyitották, Pest megyében már nincs egyetlen elzárt település sem. A kitelepített emberek kétharmada visszaköltözhetett otthonába, délután az esztergomi Prímás sziget lakóit is visszatelepítették. Budapesten részlegesen megnyitották a Margit szigetet, de a területen csak a két szálloda működik. A vízszint az kb. Eddig volt. Másfél méter magasan állt a víz Esztergomban, ebben a Prímás szigeti hotelben. Most gőzerővel folyik a takarítás, ugyanis csütörtöktől itt rendezik az Európai Rögbi Fesztivált. Gyakorlatilag folyamatosan dolgozik 50-60 ember itt a klubban, amit a felújításoknak a nagyságát érinti, most már több mint 6 millió forintnál tartunk csak anyagvásárlásban. A Prímás szigeten egyébként már befejeződött a takarítás és a fertőtlenítés. A megyei kormány megbízott azt mondta, a lakók visszaköltözhetnek a területre. Nyírják a füvet a Váci stadionban, utána felszedik és elszállítják, ugyanis veszélyes hulladéknak minősül, majd fertőtlenítik a talajt. Ahol a pálya van, ott egy hete még halak úszkáltak. A víz elöntötte a klubházat is, de leginkább a 20 millió forintból megépített műfüves pálya károsodott. Hiába zsákoltuk körbe, ott a víz elvezetőken följött, el van dugaszolva, dugulva, és ott, ha meg kell csinálni a borítás cserét is, és felszedni, ott akár 10 milliót is elérheti akár. Pest megyében mindenhol jól haladnak a takarítással. Tegnap este az elzárt település Kisoroszira vezető utat megnyitottuk. Evel el tudjuk mondani, hogy Pest megyében minden út járhatóvá vált, mindkét irányban lehet közlekedni. A helyreállításért felelős miniszterelnöki megbízott pedig azt mondta, az árvíz levonulása után azon dolgoznak, hogy javuljon a dunamenti települések biztonsága, és ne kerüljön legközelebb ennyibe a védekezés. Olyan feladatot kaptam, hogy mérjük föl a gátrendszerek állapotát és a védelmi terepszakaszokat, és úgy műszaki, mint pedig jogi hátterét világítsuk meg, hogy mit tegyünk annak érdekében, hogy ezek az aránytalanságok, a védett érték és a ráfordítás, ez javulhasson. Közben Budapesten a szállodáknál megnyitották a Margit szigetet. A terület többi része azonban továbbra is veszélyes, ezért amíg kiszárad a talaj, addig zárva tartják.